Nagyon sokáig hát etikai kérdésekkel kellett foglalkoznom, még mostanában is, mint eutanázia, abortusz, tehát rengeteg ilyen csúnya dologgal, és az egyetem ebédlőjében egyszer azt mondtam az egyik kolléganőmnek, aki ökoteológiával foglalkozik, hogy én annyira irigylem, hogy ilyen szép dolgokkal foglalkoztok, én fogok gasztroteológiával foglalkozni. És hát innen jön ez az elnevezés, utána megkaptam professzor kollégáimtól is, hogy ez fából vaskarika, meg ilyen nincs. Mindenkit meg akarok nyugtatni, hogy ez nem a keresztteológia, vagy a folyamatteológia, vagy a dialektikus teológiának a versenytársa. Egyszerűen fontosnak tartom, hogy ilyen kérdésekről is beszéljünk. Mai alkalommal szándékosan elkerültem a sörteológia fogalmát, mert az már szerintem is túlzás lenne, bár ebben a közegben, ahol egy pohár vizet is nehéz volt kapni, ülne, hanem Luther Márton és a sörfogyasztás kultúrája lesz a cím. Ez egy kicsit nagyzó cím, tehát hogy a sörfogyasztás kultúrája, ma már mindennek kultúrája van. Inkább azt szeretném bemutatni, hogy Luthernek és az őt megelőző időkben hogyan került elő a sör? Tehát milyen funkciója volt, és milyen vallási kötődéseket figyelhetünk meg a sörrel kapcsolatban, illetve, hogy Luther, amikor a sörről beszél, akkor a mondatai közé, vagy a mondataiba hogyan csempész be nagyon fontos teológiai tartalmakat, amelyeket szerintem így reformáció ünnepe előtt érdemes nekünk is tudatosítani. Mindannyian ismerjük azt a kifejezést, hogy a folyékony kenyér. Ugye, amikor baráti társaságban vagyunk és sört fogyasztunk, akkor valaki biztos, hogy elsüti, hogy itt a folyékony kenyér, vagy májtúrára megyünk, és akkor beszélnek ilyenről. De ennek egy nagyon régi története is van. Az egyik az, hogy a középkori szerzetesek, hát elég visszafogott életet éltek, és szükségük volt arra, hogy a böjti időszakban jó ízű táplálékot vegyenek magukhoz, folyadékot, ami táplálja is őket, és akkoriban megengedett volt böjtben a folyadéknak a fogyasztása. Tehát szilárd táplálékot, húst, kenyeret nem vehettek magukhoz, de folyadékot ihattak, és a böjtöt így átlépve, vagy így kijátszva sört fogyasztottak ekkor, és innen származik az elnevezés is, hogy folyékony kenyér. Tehát böjtben sört fogyasztottak, ami akkora folyékony kenyér volt. Még egy érdekes dolog, bár ezt szerintem senki nem látja, de itt a baloldali képen, ami egy templomnak az üvegablaka, és az urvacsorát ábrázolja, az asztalon nem kenyér és bor van, hanem sonka és sör. 1500-ban készült ez az üvegablak, egy németországi templomban található, és azóta is elterjedt a német nyelvbe a vesztfáliai úrvacsora. Ugye ez egy vesztfáliai kép, a vesztfáliai úrvacsora az a sör és a sonka együttese lehet. A jobb oldali kép pedig Nürnbergből származik, talán az egyik legrégebbi kép, amelyen német sörfőzőt lehet találni, ott a Dávid csillag az csak azt jelölte akkoriban, vagy abban a városban, hogy csapolsört lehet vásárolni ezen a helyen, tehát semmiféle más felhangja nem volt akkor a Dávid csillagnak. Azonban a 10. és a 11. században nem volt olyan egyszerű a helyzet, két okból sem. Ugye azt tudjuk, hogy nagyon sok pusztító betegség volt jelen, annál is inkább, mert a víz sok helyen fertőzött volt. És ekkor jönnek divatba, idézőjelbe téve a sörszentek. Az első ilyen sörszent, akinek a nevét meg kell jegyezni, az a Metzi Szent Arnold volt, aki pestis járvány idején felhívta a városlakók figyelmét, hogy sört fogyasszanak. Ugye a sör az fölforralják, főzik a sör, tehát egy fertőtlenített ital volt, és az nem terjeszti a kort. Metzi Szent Arnold megáldotta a sört, és nagyon sokan éppen azért menekültek meg a pestis járvány elől, mert csak tiszta sört ittak, és vizet nem kapták el a fertőzést. Itt még meg lehet jegyezni, hogy több olyan
sörszent is volt, aki hasonló módon vagy gyógyított a sörrel, mert egy egészséges ital tele van vitaminnal, B-vitaminokkal, erről biztosan fog majd más is beszélni, vagy már esetleg beszélt. Másrészt pedig pont azért, mert nem terjesztette a betegségeket, egészséges volt. Ugyanakkor az egyház szemébe, tehát a katolikus egyház szemében a sör ekkoriban mégsem volt egy olyan ital, amit minden további nélkül elfogadtak, mert azt mámorító élvezetet nyújtó szerelmi ajzószernek tartották, amit fajtalan némberek kínálnak férfiaknak, és boszorkányok isznak, majd erről még lesz szó. Itt a sörfogyasztással kapcsolatban az egyik kollégám említette nemrég, amikor mondtam, hogy készülök egy ilyen előadásra, ami egy elég merész vállalkozás a részemről, mert hát csak ilyen eutanázia, meg abortusz, és valami vidám témával próbálok most már foglalkozni. Ő azt mondta, hogy az ő barátja, aki nagyon megbízható irodalmár, azt mondta, hogy Londonban Shakespeare idejében a Shakespeare darabokat 2,5-szer lassabban játszották, mint ma. Miért? Azért, mert ott is hasonló problémák voltak, a víz fertőzött volt, ezért a közönség sört ivott, mint hál' Istennek itt is páran, és a színészeknek le kellett lassulniuk a sörfogyasztók szintjére, hogy megértsék a darabnak a tartalmát, lassan kellett beszélni. Igen, tehát a lényeges dolog, hogy megjelenik ez a boszorkányság dolog, amit az egyház üldöz. A baloldali képen látni is lehet, hogy az úgynevezett sörboszorkányokat mágián égették el. Kik voltak ezek a sörboszorkányok? Ugye nem nagyon hallottunk még erről. Ezek olyan hölgyek voltak, vagy asszonyok, akik sört készítettek, de akkoriban a sört, mint már manapság is, különböző fűszerekkel keverték össze és ízesítették. És itt fölírtam, hogy rozmaringot, mirtuszt, tölgyfamakkot tartalmazott, de sokszor halucinogén anyagot is kevertek a sörbe. Ugye ezek közül az egyik legismertebb a belindek. És nyilván, akik ebből a sörből fogyasztottak, azok enyhén szólva is illuminált állapotba kerültek, tehát bármit lehetett gyakorlatilag velük csinálni, és ezért kezdték el üldözni az úgynevezett sörfőző boszorkányokat, akik nem az 1516-os sörtisztasági törvény szerint főzték még a sört, hanem a maguk módján. És nagyon érdekes, hogy 1591-ben, tehát még a reformáció évszázadában is rengeteg ilyen sörboszorkányt égettek meg, tehát üldözték őket. Ezért az 1516-os sörtisztasági törvénynek azért az egyik nagy nyertese, vagy nyertesei maguk a nők voltak, mert kötelező volt tisztán főzni a sört, mivel tisztán főzték a sört, ezért nem égettek meg több asszonyt vagy sörboszorkányt amiatt, mert nem úgy főzte a sört. Igen, ez a negyedik Vilmos 1516-os sörtisztasági törvénye, 1517 ugye a reformációnak az időpontja. Nagyon érdekes, hogy, és ez már talán igazi gasztroteológia, hogy a tisztulási folyamat, a megtisztulás az egyházban és az élelmiszeripar területén is, hát körülbelül egy időben veszi kezdetét. Ugye itt látjuk tulajdonképpen a baloldali, az a német nyelvű gótbetűs irat, ami pecséttel is el van látva. Ebben meghatározzák, hogy csak árpa és maláta keveréket, illetve kumlót és tiszta vizet lehet felhasználni sörkészítéshez. Most véletlenül oda mentem egy sörkészítőhöz, és mondtam, hogy olyan sört kérek, amilyen a Dreher, és mondta, hogy hát reméli, hogy olyat nem fog tudni nekem adni, mert hogy abban van kukorica is. Tehát pedig egy finom sör. Igen, tehát ezzel kapcsolatban még azt is fontos elmondani, hogy a legrégebbi élelmiszeripari törvények egyike ez a sörtisztasági törvény, egy olyan zsinórmérték, amihez mind a mai napig igazodnak a bajos sörfőzők, és hazánkban is elég sokan. A középső képen negyedik Vilmost lehet látni, hát elég búsképű, valószínű, hogy nem fogyasztott még sört aznap. Igen. És most áttérnék az előzményektől magára Lutherre és a vele kapcsolatos
tényekre, anekdótákra, ugye nem biztos, hogy ő azokat a mondatokat, amiket idézni fogok tőle, valóban el is mondta. Ugye azt tudjuk róla, hogy Luther Márton sörfőző veje volt, Katarina von Bora, bár ez a bor teológiájához is jó lenne, tehát kicsit furcsa, hogy ilyen neve van, aminek magyarul is van jelentése, de hát a Barackobamával is így voltak a magyarok, hogy sajátos jelentést tulajdonítottak neki. Tehát ő is sört főzött, és azt mondta Luther, hogy mindenki, aki sört készít, Istent és a gazdaságot szolgálja, ha sikeresen műveli hivatását. És ugye itt van az első fogalom, amit lényegesnek tartok kiemelni, ez a teológiai része, ez nem a gasztro része, a hivatásnak a fogalma, hiszen Luther ebben a mondatában azt állítja, hogy akár e sörfőzőnek is lehet hivatása, Istentől kapott munkája. Ugye a korábbi évtizedekben, évszázadokban tulajdonképpen a hivatás alatt, ugye a szerzetesi lelkészi hivatást értették, a reformációnak egy nagy vívmánya, hogy mindenkinek, egy egyszerű kétkezi munkásnak is lehet Istentől kapott hivatása az a munka, amit ő végez, hogyha azt becsülettel is Isten dicsőségére teszi. Ugyanakkor ez a latin mondás, ami azt jelenti, hogy a bor Isten ajándéka, a sör az ember öröksége, egy kicsit Luther elfogultságát a sörrel szembe árnyalni látszik. Több helyen is találunk olyat, hogy Luther inkább a bort részesíti előnybe. A bor Isten ajándéka, a sör az ember öröksége. Egyébként itt el lehet mondani, hogy a sör kultúrája az azért volt talán erőteljesebben jelen Németországban, illetve az északi országokban, mert ott nagyon nehéz volt finom bort készíteni, ahhoz túl hideg volt, viszont azok a növények, amelyek a sörkészítéshez kellettek, azok ott könnyen megteremtek és nagy mennyiségben. Igen, hát itt van ez a híres mondás, ahol arról van szó, hogy arra kéri Luther a feleségét, hogy egy egész pincényi bort küldjön neki, és néhány hordó sört. Én kicsit meghamisítottam ezt a szöveget, mert nem is néhány hordó volt, hanem néhány palack az eredetibe, de az olyan furcsán hangzott volna, mert különben haza sem megyek addig, míg az új sör el nem készül. Tehát sakban tartja a feleségét, hogy ő addig haza sem megy, amíg a sör el nem készül. De Luthernek ez a mondása is azt bizonyítja, hogy a bor is ugye fontos szerepet játszott az ő életében, nem csupán a sör, bár kedves kollégám felvilágosította arról, hogy Luther mégis azért szerette jobban a sört, mert ezt nem is tudom, hogy lehet szépen mondani, de az anyag cseréjét meggyorsította, vagy könnyebbé tette, míg a bor nem igazán. Tehát szüksége is volt, és itt is látszik az, hogy terápiás szerepe is volt a sörnek Luther életébe, tehát nem csak azért itta, mert szerette. Egy másik helyen, ami a keresztséggel van kapcsolatban, azt mondja, hogy a bor az ünnepi ital, a sör kivételes helyzeteknek az itala, a házasságkötés és keresztelő. És van egy nagyon érdekes idézet Luthertől, amelyben arról ír, hogyha nem áll rendelkezésre víz, mint mondjuk nekem az előbb, tehát nagyon nehezen találtam egy kis vizet, akkor sörrel is lehet keresztelni. Ugye ez, valaki azt hinné, hogy ez blaszfémia, de én azt gondolom, hogy ebben nem az a lényeg, hogy sörrel is lehet keresztelni, hanem az, amire Luther is rámutat, hogy az ige a keresztség principiuma. Tehát, hogy az ige, a hirdetett ige, Istennek az ígérete, ami ebben az igében nyilvánvalóvá válik, és szükséghelyzetben, hogyha nem áll más rendelkezésre, akkor esetleg megengedett maga a sör is, de ez egy érdekes dolog, hogy ezzel is tanít tulajdonképpen bennünket Luther, hogy mi az, ami lényeges, és mi az, ami adiaforon, ami lényegtelen tulajdonképpen az egyház szempontjából. Igen, tehát talán ez a leginkább kifejező mondat a Luthernek, hogy egyél finomat, igyál tiszta sört, és olvasd az igazságot. Ugye ebben a mondatban is talán azt érdemes észrevennünk, hogy Luther buzdít arra, hogy ennek a világnak az örömeit se
vessük el. Tehát önmagában az nem rossz. Lehet rosszra használni, lehet túlzásba vinni, lehet visszaélni vele, de mindaddig, amíg az igazság jelen van az ember gondolkodásában, amíg az ember az igazságot, azaz a Szentírást olvassa, amíg Krisztuson tájékozódik, és Krisztus van életében az első helyen, addig megengedett a finom étel, a tiszta sör és a tiszta víz. Ugye itt ez is egy kicsit preparált mondat, mert a víz is ott szerepel, tehát hogy tiszta vizet is lehet azért inni. De az igazságnak kell az első helyen lenni, és azt gondolom, hogy most reformáció idején ezt fontos tudatosítanunk, hogy az, aki megtalálja az igazságot, az az életében szabadságra is lel. Ugye itt a Luther kiadó árulja a Gauk könyvet, amiben én még csak belelapoztam, de az ő élete is mutatja azt, hogy az igazság szeretete, az megajándékozhat bennünket a szabadságnak az élményével. Nemrég olvastam egy könyvet a Ulrich Körtnertől, aki bécsi rendszeres professzor, és a 21. századi protestáns teológiának a jövőjéről ír. És ő azt mondja, hogy a 20. században, de még inkább a 21. században egyre több teológus úgy beszél az egyházról, mint a szabadság teréről. Tehát ahol az ember megélheti a szabadságot, megélheti a testvéri közösséget, és egy olyan hely, ahonnan például a lipcsei hétfő indult ki, ugye azt is most ünnepelték október 9-én talán, tehát a 89-es rendszerváltó mozgalmak Németországba, az NDK-ba egy templomból indultak ki, onnan özönlöttek az emberek az utcára, és vitték magukkal a szabadságnak a lendületét, a szelét, az igazságnak az erejét, hogy a közösségeink, a gyülekezeteink, azok ma is egy olyan platformot teremthetnek, ahol az emberek önmaguk maradhatnak, lehetnek, és megtapasztalhatják, hogy mit jelent szabadnak lenni Krisztussal. Ugye az igazsága soha nem önmagában áll. Itt még azt is szívesen fűzöm mindig hozzá, hogy az igazságot azt mindig a szeretettel együtt szabad csak elképzelnünk, mert hogyha csak az igazságot mondjuk önmagában, akkor az sokak számára törvényeskedésnek tűnhet, a szeretetből meg majom szeretet lehet, de hogyha a szeretetbe csomagoljuk vagy öltöztetjük az igazságot, akkor azt gondolom, hogy azzal érhetünk el a legtöbbet a mai társadalomban. A következő kép, ez a másik kedvenc idézetem Luthertől, hogy egy korty víz vagy sör előzi a szomjúságot, egy falat kenyér előzi az éhséget, Krisztus előzi a halált. Ugye itt is egy olyan kontextust teremt meg Luther, ahol azon van a hangsúly, hogy Krisztus az, aki előzi a halált, és ez teljesen természetesen mondja ki Luther. Tehát lehet érezni azt, hogy nagyon közel van a hétköznapi élethez azáltal, hogy egyszerű hétköznapi tapasztalatunkra épít. Hogy milyen jó egy korty vizet meginni, amikor nagyon kivagyunk száradva, vagy amikor nagyon éhesek vagyunk, egy falat kenyér mennyit jelent a mi számunkra, és amikor a halállal nézünk szembe, ugye Heidegger szerint az ember élete folyamatosan halállal szemközti élet, akkor pedig Krisztusra tekintünk, és az ő igéje, amely bennünk életet ébreszt, az előzi a halált. És itt az illusztrációk is azt mutatják, ugye a baloldali képen Hieronymus Bosch képe ez, és a halál és a fösvény címet viseli. Látjuk, hogy hiába van ott az a haldokló ember az ágyon, tele aranypénzzel, meg semmit nem vihet magával, de még szemléletesebb az a két Cranach kép, a középső és a jobb oldali. Látjuk, hogy a paradicsomból az ördög, a halál az előzi, végigűzi a világba Ádámot, és mesztelenül fut, nem előtte van a halál, hanem mögötte, aki mindig kergeti, az ember mindig menekül előle, meg szeretne tőle szabadulni, örök életű akar lenni, de az örök életet nem találja meg sehol a világban máshol, csak Jézus Krisztus keresztjének a tövébe, ahol látjuk a bárányt, és látjuk azt, hogy Jézusnak a vére az megtisztítja ott azt a
tábort, ott nem tudom, hogy mennyire látszik a képen, de ott egy emberek, tehát a múltba vissza spriccel ez a vér, üdvösséget szerezve mindenkinek. Ez pedig már a családi életre vonatkozó bölcsessége Luthernek. Az asszonynak gondoskodnia kell arról, hogy férje szívesen térjen haza, de gondoskodnia kell arról is, hogy ne távozzon otthonról szívesen. Ugye ez a kettőség, hát Luthernél ezt az előbbiekből látva, látjuk, hogy Katharina von Borának hát sörrel, otthonossággal könnyű volt elérnie. Egy kicsit szexista ez a kifejezés, talán a modern világunkban én nem szívesen idézném, azt gondolom, hogy egy házasságnak a partnerségen kell alapulnia, és akkor talán nem is lenne ilyen sok válás, hogyha tiszteletbe tartanánk, partnernek tekintenénk a másikat, a férfi a nőt, a nő a férfit, de hát ezt szociológusok is kimutatták. Itt lehet látni Luthernek a házát, egy képet, ahol Mellanton is feltűnik a karácsonyfa körül, és hát Luthernek ugye a családi élete látszik a középen, és ez is egy nagyon életszerű dolog. Az asszonynak gondoskodnia kell arról, hogy a férje szívesen térjen haza, de véleményem szerint a férfinek is, hogy a felesége szívesen legyen a közelébe. Ez egy másik kép, ezt hagytam a végére. Szabolcs itt van? Igen, na ezért mondtam, hogy itt kell lenned. Tehát, hogy ebben azért rengeteg bölcsesség sűrűsödik össze ebben az egy mondatban. Ha valaki sok sört iszik, hamar álomra szenderül, aki hosszan alszik, az nem vétkezik, aki pedig nem vétkezik, az bejut a mennyországba. Ergo, ígyünk sört. Na most ez komoly teológiai problémákat is fölvet. Mert milyen értelemben beszélünk itt a bűnről egyáltalán? Tehát az embernek a habitusa, amivel a világra születik, az Istentől elfordult állapota, vagy a tetleges bűn, amikor elkövetünk olyan dolgot, ami törvénybe ütközik, vagy mások akarata ellen való. Vagy a másik, hogy álmunkba szoktunk-e vétkezni? Lehet-e álomba vétkezni? Igaz? Ez egy tudattalan dolog, vagy egy tudatos dolog? Igaz? Mert sokan, szerintem mindenki követett el olyan bűnt álmába, amit hogy fényes nappal nem tett volna meg, de hát az arról nem tud senki, vagy mégis tud róla valami. Hát nagyon érdekes, ez az utolsó, ez nem biztos, hogy Luthertől származik, bár neki tulajdonítják. De biztos, hogy mindannyiunkat arra biztat, hogy fogyasszunk sört, és erre minden lehetőségünk megvan, hogyha azt mértékkel tesszük. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm a türelmet is, és itt valami point kéne mondani. Hát igyon mindenki sört, és érezze jól magát.